A hétvégén Sukoró adott otthont a Velencei Tavi Vízisportiskola által szervezett kajakkenu vidékbajnokságnak. Az időjárás nem igazán fogadta kegyeibe a július 1-e és 3-a között megrendezett versenyt, ám a hideg, szeles és olykor esős időjárás ellenére is remek eredményeket produkáltak hazai pályán a VVS-i versenyzői. A kenus aranyérmeket az urak szállították, míg kajakos szempontból a hölgyek aranyozták be a hétvégét. Aranyérmet szerzett kenu egyesben a férfiaktól Petko András, Marócsik Zoltán, Duró József, valamint Varjas Bence. A hölgyeknél pedig Szeltner Ivett kajak egyesben, míg Szeltner Zita kajak négyesben ért célba elsőként. A hazai kajakosok és kenusuk a 9 aranyérem mellett 5 ezüst, valamint 6 bronzérmet is bezsebeltek. Továbbá 13 pontszerző helyet szereztek július 1-e és 3-a között a már hagyományosnak mondható kajakkenu vidékbajnokságon.